Örögjünk befele a nagy díjra. A Ferrari hozott erre a hétvégére fejlesztés, úgyhogy már nem vagyunk elől annyira. Annyira. Papíron egyébként itt a Ferrari-nak kell nyernie. Szoros, de Ferrari győzelem. Tíz másodperc érkeztél. Jó valami. Jó van. Kapod a következőt, úgy látom. Tehát még neked áll följebb. Őrület, gyerekek. Hát ez hihetetlen, te. Hát még neki áll följebb, nem? Mert kinek van igaz a skacok? Nekem, nem? Ugye? Na, hát jó van. Szia, Lilla. Ez is jókolom. Hát. Gyerekek! Döbbenet! Ide jön, azt mondja nekem itt a magáét. Az agyam eldobom, nem? Na, köszönöm, hogy nekem van igazam. Köszönöm, jó van. Jó van. Dicséretes. Nem, Krisztián, nem. Nem gondolkodtam RP-n. Hát régebben gondolkodtam rajta, de most már... Már elengedtem a dolgot. Egy picikét most. Elengedtem. Sem köntörfal azok itt elengedtem. Minek? Van annál sokkal jobb szerintem most már. Az én életemben legalábbis. Amiben egyszerűen... ki tudom magam élni. Ha érted, mire gondolok. De nyilván most ez egyszerűen... szerencsének köszönhetően alakult így. Nem is tudom minek. Lajosra gondolok itt most ez alatt. Mert még nem volt Lajos, azelőtt gondolkodtam azon, hogy igen, nem lenne rossz, mert régen is volt RP, bla bla bla, és a többi, és a többi. Már ennyi. Erről már letettem. Mert ez így jó. De nincs igazam? Mit gondoltok erről? Ez valami döbbenet, mennyire rossz. Jaj, édesöcsém. Hihetetlen. Ez a TikTok, ez valami döbbenet. Na jó van. Hát legyek itt annyira telhetetlen. Hát az, hogy mikor mi lesz, Tanika, azt sajnos soha nem fogom tudni megmondani neked, ne haragudj meg. Maximum annyi, hogy Discordot érdemes bekövetni, és ott látni fogod, hogy mikor lesz a kezdés. És nagy ritkán van, hogy írom, hogy mettől meddig lesz az adott dolog majd. Lacokom, hogy erre a nagy díjra hoztunk valamit. Ugye első szárnyat? Valamit hoztunk, ugye? És akkor a következő holland nagy díjra meg megint hozunk egy fejlesztés, ugye? Hátsó szárny talán? Ja, első szárny, köszönöm. Aha, köszi, Avi. Hát én... Na, most akkor én nekem a... Engem azért érdekelt, az a témával kapcsolatban érdekelt a véleményed, hát nem, hogy amit művelt itt a Chelsea igazából, ennyi. Nándi WBC mikor lesz újra? Hát most majd a következő 23-as, 24-es szezonban. Vagy nem 23-24, 23-as szezonban. A való életben az Aston Martin színeiben. Nem, dehogyis nem lesz ott bajnoki cím. Hogyan lenne? Nem lesz ő már bajnok. Oda csoda kell. De hát csodák vannak igazából végül is, tehát nagyon belegondolunk igazából, nem? Ha nagyon belemegyünk a dologba, vannak. Hihetetlen dolgok tudnak történni olykor. Meg hát sport, foci, Forma 1, bármi megtörténhet egyszerűen. És meg is történik. Sokszor megtörtént már. Albon teljesen összecsukta a Verdát. Gratulálok neki. Jó van. I think there's been contact on the track.
Szia Krisz, szervusz! Minden oké, és remélem, hogy veled is minden jó. Az új tulaj aláírta, hogy 2 év alatt 1 milliárdot költ a klubra. Stadion, akadémia, női csapat. Azt a büdös életbe. Jó ég. Ilyet aláír. %70-os leárazás volt erre a játékra Steamen. Hát az durva, Szilárd. Azt nem kihasználni, apukám. Ojojoj. Az elég durva. Közben az első szabad edzés végére érünk. Mi legyen, kipróbáljuk akkor a Harry Pottert? Mikor jön egyáltalán? Jövő héten, nem? Jövő héten hétvége? Vagy most hétvége? Jövő héten. Szia Ferenc! Mit gondoltok? Oh, did someone run wide there? Szavazást is elindíthatunk egyébként, ha gondoljátok. Ha valaki tud szavazást létrehozni, ha nem, akkor nem lesz szavazás. Nekem autókat kell beállítanom, ne haragudjatok meg. Kutyafüle, macskafarka. Napról nagyobb. Apró napra egyre nagyobb a tarc. Hihetetlen, skacok. Hihetetlen. Löklernek büntetése van! Most vagy a motorcsere miatt, vagy... Az előző nagy, amikor kibombázta Russellt. Ott akkor ő ugye kiesett Russell-el együtt, és Russellnek is van most büntetése, Norrisnek, Latifinek, és szerintem onnan maradt, onnan hozott egy büntetést. Óriási. Jó, menjünk akkor szépen tovább közben. Ködepes, 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 mindenhol, mindenhol, mindenhol. Óriási. Autóbeállítás. Hát ugye nagyjából így talán, nem? Nem lesz ez így jó, de rápróbálunk. Hát nem. Így. Oké, fiúk, mehettek. Fia fasírozott. Szervus. Közben elindult a szavazás a Harry Potteres játéka kapcsolatban. 7-én jön ki a játék? Aha, 7-e az mikor is van? 7-e, ja, kedden. És ez hol lehet játszani? Hova jön ez ki? Origin? Ki készíti ezt a játékot? Epic, aha. Szia, Adam. We've had a crash. Steamen is van. Hát kár, hogy nem origines. Legalább ott van ugye az EA Play Pro. Epiken nincs valamilyen havi előfizetés, vagy micsoda? Mindenhol, akkor originen is? Ezek szerint?
Hoppá, közben ezt elfelejtettem bepipálni kutyafáját. There's been a crash. Origin már megszűnt, nem szűnt. Mi basz? Állj meg! Mi? A büdös életbe vele szemiszem el, gyerekek! Ez a fékegyelmi baromállat összetörte az autót! Hát ezt nem hiszem el! Szabad edzésen, gyerekek, szabad edzésen! Őrület! Mi sérült meg? Totál káros, konkrétan az első szárny! Gratulálok! Baromarc! Hogy lett ekkora mamlasz egy ember? Ezt mondjátok meg. Na jó, van mindegy. Jól néz ki. Ígéretes! Na ez a baj. Ja nem, várjál. Na van első szárnyunk, hiszen skacok. Hát most max annyi, hogy nyilván így már csak egy tartalékunk lesz, de hát most ugyan, hát belefér. Még volt már olyan, hogy egy hétvége alatt három szárnyat törtünk, és nem tudtunk cserélni. Ugye? Volt olyan? Igen, volt olyan. Volt. Akkor nem voltam ennyire mosolygós valahogy, ha jól emlékszem. Nézzük meg. We've just had a car run wide. Ja, az alapverzió az tizedike, igen. Igen. És ez Belgiumban volt, Dead Money, komolyan? Amit az előbb említettem? Na ne! Ne! Mert akkor ugyanez volt, ha jól emlékszem, hogy szabad edzésen ugyanitt törtünk, nem? Ez biztos! Ez tuti! A történelem ismétli önmagát, látjátok? Mindig ezt mondtam! Mindig! Kurva életben, lehet, hogy SOS-ben le kéne gyártani most akkor még egy tartalék első szárnyat. Ez biztos! Ez biztos! Legyártatunk egyet. Tudti ziher kurva eget, hogy ha nem gyártunk le most még egy SOS-be, egy első szárnyat SOS-be, akkor biztos, hogy nem lesz első szárnyunk majd a versenyen. Ez biztos! Nagy tételbe mernék fogadni. Bizony. Lehet, hogy hülyének néztek, lehet amúgy is, de így meg most még inkább. De akkor is. Ez akkor is ez így lesz. Nem? Na. Őrület. Közben üdvözlök mindenkit olyan a tisztelettel. Hú. Szia, Flair. Ja, most elég rossz a... Elég rossz az erő... Ja, várjál csak, Leclerc-t nem néztük még meg, hogy mi van ő vele most. Hát, ott szerintem egy utolsó rajtkocka lesz majd. Szerintem abban az autóban a motor is ki lecserélve most erre a nagy díjra. Én úgy érzem. Biztos, hogy kellett volna már hívni ezeket a félnótás őrülteket. Na, nézz oda, egyre közelebb vagyunk a megfejtéshez. Gyönyörű. Ujjjjjjj. Hát... Ez nem lesz tökéletes. De majdnem az lesz.
Hát, gyerekek. Mi van? Első sz... Ez mi? Még egy első szárnyat összetört? Ez hogy? Ez valami bug? Vagy ez mégis mi? Gyerekek! Ez mi a fene? Egy szabad edzés alatt kettő szárnyat? Megevett Magnussen? Hát én még ilyet bazd meg nem pipáltam. Mi? Ez lehetetlen. De hogy? Ez valami bug. Nem? És komolyan. Mert azért gondolok egyből bugra, mert nem volt semmi olyan dolog most Magnussennel. Hát nem szólt a játék, hogy most úristen ez van, meg az van. Nem így volt? Hát hogy ne lett volna már így, gyerekek? Hát... Hát ez nagyon jó. Akkor kettő első szárny rendel SOS-be, amit tudjátok mennyi pénz lesz? Kapaszkodjatok meg, kapaszkodjatok meg. Kapaszkodjatok meg. Mindjárt mondom. Na, na jó, mondjuk ezt megvárjuk, mert ikonikus pályán. Kivételesen. Qualifying hot on its heels. Each team will be looking to build on the progress they made during the practice session. Na hova tér vissza Mazepin? Absolutely nothing should be left to chance. Everything has to be just right. Of course, by the time the cars hit the track, well, there's something to Formula One that no one can prepare for. Stay with us as we see who can deliver on motorsport's biggest stage. Jóba járunk, hogyha ki se küldöm. Jogos. Elgondolkodtató. Na kérem, oda néz. Kettő első szárnyunk van összesen. És SOS-be legyártani kettő darab szárnyat, első vezető szárnyat $1,000,000. Ez kemény. Kemény gyerekek, jó van. Gratulálok. Na gyerünk ki fel akkor a harmadik egyben utolsó szabad edzése. Radio's good. Igen, igen, csendes első szám gyilkos Magnussen, pontosan. 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 Úristen. Who's running wide there? Azok majd jött ki a fekete párdot, ugye? Disney Plus-ra. A óriási mozizások lesznek. Gyerekek, átívom a szomszédasszonyt. Megnézzük együtt. Baszki. Óriási lesz. Óriási lesz. Hát vegyek hozzá, hogy Vinsli van. Ez azt mondja, hogy nem is volt. Akkor lesz baj. Pedig meg van beszélve, gyerekek. Őrület. Ah, jó van, ne irigykedjetek. Jó van. Hihetetlen. Már láttam tavaly 4D-be. Jaj, jó van! 4D... Életemben egyszer nem voltam még 4D-be, basszus. Az nagyon jó, amúgy. Milyen mat ez? Úgy a fáját. Finom darab a szomszéd azt mondja, hát... Hát mo- igen. 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 Ájjajjaj. Ó. We've had a car run wide. Jajjajjajjaj, Schumachert meg elküldtük plusz egy körre. 97-es a beállítás, itt meg 84 Magnussennél. Ázsiai Le Mans sorozatba fog indulni Mazepin? Az nagyon szép. Iceberg, komolyan azt a filmet moziban megnézhetek többször is? Tényleg? Hát annyira jó volt egyébként, vagy mi? Hát ez csak jó. Hát ez nagyon jó, ne viccelj.
Zseniális konkrétan. Ilyet rápróbálunk. Hát ez gyerekek. Ez all in részemről, ez all in. Bazi nagy all in. Olyan a 4D, mintha valaki rávenni az arcodra. Úristen! Szégyeld magad azonnal! Légy szíves! Jézusom! Hú, gyerekek! Úristen, hát én szégyellem magam helyettet, te! Ilyet írni! Hú, de apári! Júj! Hát ez... Júj, anyám! Jó ég! Most nézd meg, most mi van akkor, hogyha ez egy óvodába megy ez a műsor, ami most itt történik? Hogy nézzek ott az anyukák? Hogy nézek ott az anyukák akkor most, ugye? Ugye? Ugye, látod? Na? Bizony. Nagy kivetítő vagyunk. Mi a zsombi? Ó, olyan Iceberg, na de jó, örülök neki. Én nagyon szeretem a Marvel filmeket. Nagyon. Hát én a trilógiát, azt már... Marvel trilógiát, lehet egyáltalán így hívni. Hát egy jó párszor már megnéztem őket, úgyhogy örülök neki. Hát szerettem volna én is egyébként moziba megnézni, aztán... átálltak ilyen kora délutáni vetítésre, hát az nekem meg nem jó. Én inkább este szeretek menni. Aztán én el is engedtem a fenébe. Az meg. Oh, did someone run wide there? Hát 90%-os lett a beállítás. Hát ez nem elég jó. Kumáher. De be ne gyere nekem, hát nem tudod a beállításod, hülye. Ja, hát itt meg most egy teljesítménybónusz bukni fog Magnussen sajnos. Hát jó van. Kumáher, na most akkor mi van, apukám? Meg lesz? Ennyi lett. 99! Ez az! Ügyes gyerek vagy nagyon. Jó van. Jó van. Franciaországban voltál 4D-ben, aztán ott köpködtek a szemedbe, meg fújt a szél. Grázott a szék! Azta! Óvodában nincsenek ott az anyukák. Hogy ne lennének, figyelj ide! Láttam én már olyan óvodát. Hogy ne. Hogy ne. Persze. Hát bizonyám. Láttam én már karonvarjút, nem is egyszer. Tán te nem láttál karonvarjút? Gyerekek, ez a mi időmérünk lesz ismét, szerintem. Remélem, hogy jó lesz minden. Így, hogy Leclercnek van büntetése,
Egy dupla dobogó is akár benne van szerintem. A kérdés az, hogy Sainz mennyire lesz gyors. A kérdés itt az. Aztán a szomszéd lány hozza a Facebook linket, majd a GLS hozza, vagy mi lesz? Az igen! Megnézzét? Fasírozott ezek szerint? Kíváncsi vagy rá? Felcsigáztalak, mi? Ja, meg az időmérős bug is itt volt annó. Igen, tényleg. Majd itt okosan kell. Russell! Gyönyörű! A második szektor elején vagyunk. Gyönyörű! Mi? És ilyen ütközéstől ki is esett. Hát de Vakker ilyen Imolába nagyon sok szokott lenni, és mennek tovább ugyanúgy. A taktika következő egyébként, szokásos. A legeslegvégén jövünk ki a Q1-nek. Legeslegvégén. Így. Éppen nyugodtan. Na nézzük a gyors köröket, hölgyeim és uraim. Okay, Mick, let's just put our head down. Party módot majd csak a Q3-ba fogunk kapcsolni szerintem. Fölöslegesen ne nyúzzuk itt a gumikat se a konstrukciót. Igen, így van Almin. Most nézem csak mit írtál. Akkor az anyukák most vettek online jegyeket 4D filmre. Ja. De jó. Ez szép volt. Mi van? Na, csak okosan. Érdekel, mi történt itt? Jó van, Joe volt csak, baszki. 31-2. Hát ez nem egy atyaúristenes első szektor, de igazából ez egy 8.-9. hely szerintem meg lesz majd. Hát egy 42-es középső szektort azért illene összeraknunk, én úgy gondolom. Nézzük, ez egy elég hosszú szektor. Vélem, hogy menni fog. Okon 43-3, 43-4, Alfa Tauriktól. Hát szóval szerintem... Jézusom, 42-7-es! 42-9! Atya úristen, nagyon jók vagyunk gyerekek! Hú-hú. Csak hát ugye az első és az utolsó szektorban sajnos eléggé kijön az, hogy nekünk a végsebességünk elég gyatra. Ja. És érződik, tehát itt a háznál tényleg gyatra, tehát annyira gyatra, hogy érződik. Szemmel látható. Na.
És Magnussen a negyedik helyen ott van. Schumacher pedig nyolcadik. Őrült nagy. Mondjuk az azért elég durva, hogy 4/10 a különbség a két pilótán között. Azért az elég kemény. És az is nagyon kemény, hogy Verstappen 1.42.9-et rakott össze. De a 43.3 szerintem fogható lesz. Én úgy gondolom. Na most nem tudom, hogy itt a többiek milyen kört fognak jönni. Ja, felírom itt a köridőt. Azt mondja, 1.43.2.59. Meg akkor volt itt egy 44. Hát inkább azt írom fel, hogy 44. Na, hogy jó. Hát tudni fogom úgyis. Oké. Okay. Tehát a továbbjutó kör az ugye 44.5. Elvileg. Tehát 44.4-et, hogyha már összerak Schumacher, akkor az már jó lesz. Elvileg. Tudjátok miért nagy kár? Azért, hogy nem lesz eső a hétvégén elvileg. Radio is good. Ez legyen a szokásos taktika. Még nagyon friss a Q1-es időeredmény, addig szerintem gyorsan pörögünk el itt a Q2 legesleg végig, hogy mint egy kristálytisztán emlékszem az összes szektoridőre, úgyhogy menjünk minél gyorsabban is. És kopott lágyakkal menjünk, hogy a lehető legtöbb lágygumit majd megspóroljuk egyrészt a Q3-ra, ha nagyon kell, másrészt a versenyre, főként a versenyre kell itt gondolni. Kopott lágy, nagyszerű, tovább. Itt már lehet, hogy egy kicsikét tempózzunk kellene. Az a helyzet, hogy most már Schumacher szerintem egy 43.0-át fog jönni a középső szektorba, ami nem biztos, hogy elegendő. A jelenleg 10. helyen Joe áll. Igen, megnézzük milyen köridővel. 44.6-tal. Hát az gyenge kör, gyerekek, az nagyon gyenge kör. De mit jönnek a többiek? Nézzük csak. Hamilton nem jön! Mi van? Hamilton, mit csináld, bazzek, ki fog esni? Ez komoly? Jól látok? Norris fix, hogy kieső. Hamiltonnal együtt. Hát akkor itt nagyon nem kell törni magunkat. Hamilton! Atya úristen! Hát ezek nem normálisak. Verstappen is gyenge körön van szerintem. 30.837, mondjuk a lila első szektora volt, lila középső, ez meg. 31.2, a jó első szektorokat jövünk, kiváló, nagyon jó az. 42, 7-et, 8-9-eket kell jönnünk középső szektorba. Kacper KB. Hát simán megvan a továbbjutás itt szerintem, ugye? Jó számoltam? Schumacher, az eléggé rendben van, szerintem. Ebéton ki fogjuk ejteni, mint az állat. Atya úristen. Ezt nem is értem, hogy ő most itt tulajdonképpen mit is csinált. Schumacher 6., Magnussen pedig 5. Gyönyörű!
Verstappen viszont nagyon gyors. És én ugye mit mondtam? Hogy majd a Ferrari. Majd a Ferrari milyen gyors lesz. Hát gyerekek, a Ferrari sehol nincs. Hát Verstappenhez képest legalábbis. Ennyit számít a végsebesség? Ezek szerint? Én úgy emlékszem, hogy a Red Bullnak van a legjobb végsebessége. Szia Stand! Szia Lociek! Ezek gyönyörű körök voltak, 44-0, tehát még egy bő egy tizedet tudott javítani Schumacher. Az egész jó. Mondjuk Leclerc belvileg benne van egy 43 elejé köridő. Valamiért ő rosszabbat jött. Tehát itt mindenféleképpen úgy kell számolni, most azt mondja Schumacher, hát ő talán, hát egy hatodik helyet azért illene összehozni Schumacherrel. Ami kulcsfontosságú lesz, az a helyezkedés. Utolsó utáni pillanatban kell kijönni. A Q3-ba. Ready check, Kevin. Egyből jönnek. Radio's good. Mi pedig nem jövünk. Mi majd a legvégén jövünk. Akkor a legjobb a pálya. Nem így van? Hát dehogy nem. Nézzen is, végig vonatozzák a kört, beszarás. És ez várjál, hát ez nekünk nagyon jó! Ez nekünk nagyon jó, mert konkrétan ezzel a gumival fog próbálkozni ismét majd Verstappen. Tehát jelenleg 43-8-at rakott össze a bazinagy vonatozásnak köszönhetően. Tehát 86%-os gumival fog ő ismét belevágni majd az utolsó felvonásba. Tehát ő hátrányos helyzetből fog jönni. Nem biztos, hogy ő 42-8-at vagy 9-et tud összerakni majd így ennek köszönhetően. Úgyhogy ez egy nagyon szimpatikus dolog. Egyébként meg lehetett volna itt akár még szélárdénkodni is szerintem. Most jön az, hogy... We're happy with you pushing. Party módot bekapcsoljuk. Kev, if you've got some margin, try to increase the pace a little bit. Most kell nagyon-nagyon szurkolni a fiúknak. Gyereke, ami a csövön kifér. Hammer time! Verstappen. 30.874, de az a gumi el fog fogyni! A középső szektor végére minimum el fog fogyni. De már mondjuk ott van ő, nem? Hol van? A nagy fenét. Középső szektor közepén. Az mi... bazd meg Leclerc mit megy. 42.418. 77%-os gumikkal. Az első szektora nem volt annyira ördöngős. 31.237-tel nyit. Schumacher egy tizeddel jön jobbat Magnussen. Ez eddig a legjobb első szektor mind a kettő pilóta. Egyéni legjobb. Mondjuk az, egyéni legjobb. Bíztató. Nagyon-nagyon bíztató ez a fiúktól. 42.871, de ne felejtsük el, hogy Leclercnek van büntetése. Tehát ő szinte a mezőn végéről fog rajtolni. Hát neki biztos, hogy nagyon sok büntetése van. 42.5-öt jön Verstappen. Hát ez egy szoros befutó lesz, kérem. Első sorban odaérhetünk. Hát Sainz 43.3-at jött. 43-1 Perez, 43-0 talán benne van, Schumacher 47-et jön, hát nem rossz, Schumacher nem rossz, de hát azért ennél jobbat kéne jönnie, nem? És akkor itt jön Magnussen, tőle várjuk, tőle kell várni a csodát igazából. Schumacher már pont ebben a pillanatban fordul rá célgyenesre, itt is van Schumacher. Na nézzük, hol végez. Az ötödik helyen 9 tizedet kapott Leclerctől. És akkor jön Magnussen. Hát egy Sainzot azért jó lenne megverni, és nincs, nem tudja megverni Sainzot. Hát hol
Hogy? Hát kurva életbe! Megint elszámoltam magam. Hát ez a party mód még nem annyira atya úristenes. Gyerekek. Öcsém. 5. 6. hely. Viszont ebből a bolyból ki fog esni Leclerc. Tehát akkor lényegében a 4. helyről és a 6. hely, 4. 5. helyről rajtolunk. Magnussennel menni kell majd előre, mint az atom. Schumacherre meg úgy kell építkezni, hogy Magnussen mögött egy légüres területet kell nyitni majd, ahogy elkezd fagyni Schumacher. Bár mondjuk nagyon nem kell megszakadnunk, mert Bottas kurva lassú lesz. Hosszabb távon szerintem. Jó! Jó! Nagyon jónak tűnik ez. Benne van a dobogó szerintem. Tehát itt ha rendben van a taktikaskacok, akár még győzelem is lehet. Most nagyot mondtam, de tényleg, tehát az a fél másodperc ezen a pályán, ott van a célegyenes, akkor ott van az első szektorban lényegében végig ott a DRS zóna. És az a helyzet, hogy csak ott van. Jobb lenne, hogyha el lenne osztva a pályán. Akkor jobban lehetne vonatozni. Hát minden jó van. Én nem Leclerctől vártam egyébként a pole pozíciós köridőt, hanem Verstappentől. Hát így járt, jó van. Ez nekünk. Igazából mindegy. Valójában, de mindegy, hogy Verstappen indulna az érről. That puts them in a very good position to make the most of this race. Ja, így van Szabi. Pontosan, igen, mondod. Red Bull displayed promise during qualifying. Now they need to capitalize on their grid position and get a good race under their belts. And the race will be taking place under blue skies. That means the teams should be able to apply their strategies without any added complications. Well, this may well be another Belgian Grand Prix for the ages. So stick around and find out how it all ends. Hova fogunk följönni? Hát Schumacherrel 1. hely. Magnussennel szerintem... Második. Második. Nézzük, mi a tuti stratégia. Lágy és a közepes... Mi van? A lágy és a közepes gumi között 1/10 van csupán. Azt a kurva. Közepes kemény gumi között van 3/10. Nocsak. Közepes kemény. Mondjuk a közepes az majdnem olyan, mint a lágy, ugye? Menjünk közepessel. Hát az lágy gumi. És sokkal hosszabb ideig lesz ő, lehet életben tartani a közepes gumit szerintem. Hát egyértelmű. Körönként, hát 4 századdal... Tehát 4 századdal... Mondjuk átlagos időt, hogyha nézünk, akkor meg igazából a lágy a jobb. Hoppá! És akkor mi van? Semmi. Közepes kemény, az kész. Nem kell itt variálni. Hát itt a két kiállás meg aztán végképp el kell felejteni, ugye? De azért megnézzük? Na nézzük meg, már itt vagyunk, nem? Közepes kemény. Egyértelmű. Na most... Schumacherrel? Elég egy tartalék
Egy környi tartalék üzemanyag vajon elég vele? Magnussennel szerintem egy kettőt legalább hozni kellene. Legyen három mondjuk. Igaz, már elég sok. Kettő elég. Kubáherre meg egy. Vele úgy sem kell annyira nyomulni majd. Vele úgy kell menni, hogy tehát egyből be kell majd pipálni nála, hogy ne támadja a csapattársát. Ez nagyon fontos, hogy ne menjen be a csapattárs elé. Tehát védekezhet nyugodtan. Vagy inkább hogyan kellene ezt várjál csak. Hát egy defendet nyomjunk el, így van. A lényeg az, hogy Magnussennek kell előrébb lennie mindig. Magnussen a lehető legagresszívabb beállításokkal menjen. Így. Oké, hát kérem szépen akkor. Jöhet a rajt! Szervuszed! Örülök! Ed! Örülök! Örülök, hogy itt vagy. Ne aggódj. Minden rendben van. Remélem, hogy veled is. Mi a helyzet? Hát a haja még nekem már. Kérlek szépen. Megható voltam! Jaj, nagyon jó. Terekek. Tudok én, ha akarok, látod. Figyelj ide. Hát tanulékony vagyok. Mint egy kis kutya. Ott vagyunk a második sorban. Nálam is alakul, persze. Hát most már azért kezd leérni a rumpa, aztán. Tudod ilyenkor. Oldódom. Egyre rugalmasabb vagyok. Egyre kenyére kenhetőbb. Na! Nézzük akkor a komplett mezőközepes gumikon. Á, van néhány nagy gumi rajtoló. Az egyik Alfa Romeo, Bottas. És akkor nagyon gyorsan odaszólunk Schumachernek, hogy nehogy merje támadni csapattársát. Kérem szépen, Verstappen az érről. Csapattársát maga mögött tartva. Bottas közben megelőzi Schumacher. Te idióta! Te tőkkel ütött marha barom állat, te! Hát ez hihetetlen, komolyan mondom. Hogy lehet valaki ekkora bamlasz? Hát, öcsém. Na gyerünk akkor. Vágjunk be mellé. Oda be, úgy! Nem teszi be a féktávon! Hát miért nem? Az a baj, meg fog lógni így Magnussen szerintem. Én legalábbis nagyon attól tartok. Kicsikét vissza kéne venni itt a nagy lendületből, nem? Elég jó a tempó nekem, úgy tűnik. Amikor lehet, akkor majd elkezdünk spórolni természetesen. A változatosság kedvéért. Ugye? Csak a körömére. Magnussen nagyon jó megy, gyerekek. Azt a kurváget. Mondjuk nekünk van a legjobb autónk turbulens levegőben, ha jól emlékszem. Hát mi nagyon jól tudjuk követni az embereket kanyargós részeken. Papíron ebben ám is. Kubály nagyon agresszívan támadja Bottast egyébként. We'll catch these guys. Bedurrantottunk egy nagyon agresszív vezetési stílus Schumachernél, ami remélhetőleg lehetővé teszi azt, hogy a célegyenesben már tudjon egyető előzni. Egyelőre minden nagyon szuper. Na nézzük akkor, Schumacher hogyan fog operálni. Ja, értem. Sehogy. Az nagyon jó. Magnussen, te kicsikét följebb kell tekerni, ha jól látom. Kezd leszakadni? Hát ilyet nem szeretnék én látni. Nagyon messze vagyunk, Helóka. Ez mégis minek köszönhető? Hát ha nem vagyok túl indiszkrét, persze. Te várjál, figyeld, Perez! Ez a mamlasz Perez! Most nézem, most rakom össze a képet! Ez a tökkel ütött marha arra játszik, hogy Verstappen elhúzzon. Arra játszik. Vissza kell venni a muskacok, nem ott ezt nem lehet megelőzni. Hát mi ez?
Valaki megfordult. Nem tudom, hogy ki volt az, de majd kiderül. Okon! Óriási. Ahhoz képest, hogy korábban én azt mondtam, hogy elég jól tudunk menni Sainz-szal és Perez-zel, hát marhára nem tudunk jól menni velük. Egy kicsikét nehézkes, én úgy látom. És most itt a technikás részen szép gördülékenyen átjöttünk, és most van az a pillanat szerintem, hogy Schumacherre bizony az meg lépni kellene, mert ha most nem előzi meg Bottas, akkor oltári nagy gázba lesz. Hát itt rá kell cuppanni a előtte haladókra kegyetlenül keményen, mert... És nem csinálja meg te. Ezt a gyereket föl kell popozzam megint. És most nagyon kell. Nagyon kell az offenzíva mind a kettő pilótánktól. Kumár! Idióta! Te kurva gyerek, hát mi az anyádat csinálsz már megint, bazzek? Hát hova kell menni, bazzek? Nem arra van a pálya! Szedd már össze magad! Nézzek, az csak itt áll, bazzek, nézd maga elé! Mint borjú! Nem érdekelsz, menj innen! Istenem, ekkora mamlasz te! Okay, more lifting coast, please. 20. helyre visszaesett. Mert nem találta az előre bennetet, bazd meg. Csak a kormányt kellett volna amúgy meg előre forgatni, vagy jobbra elfordítani. Ilyen gyerek, bazd, hogy tehetesz. Jó van. We need a back off. Hát csak a szokásos. Úgy meg így van. És kaszok amúgy hihetetlen. Magnussen alig bír menni Sainz-szal. Hát ezt azért nem gondoltam volna. Lehet, hogy túl sok üzemanyagot raktunk az autójába, vagy mi a frászkarika van itt? Hát mindegy, mi most menjünk, nyomjuk, tehát itt nincs idő szarakodni. Schumacherrel meg szintén nincs veszíteni valónk, ezért egy kicsikét beledarált a gumiába, hogyha jól látom. Már pedig jól látom. Menni kell, szambázni kell előre. Mint az állat. Aztán... Hoho, gyerekek. Lesz itt ebből DRS egyáltalán? Nem lesz ebből DRS, figyeld meg. Megőrülök. Meg kell szakadni a DRS-ért. Na. Nincs DRS, bazd. Hát vele számítszám. És leggyorsabb kör lett a miénk. Innen hogyan lehet visszajönni? Azt én is szeretném tudni. Többen egy mamlasz gyerek megforgott. Amelyik volt az? Sounds like we've had a spin. És most sem lesz DRS-ünk. Ájjajjajjajjaj. Az drámai. Atya úristen. Ebben mi folyik itt? Jóságos mamma mia. Mi ez? Mi folyik itt te? Mit kavarnak itt ezek a hülyék? Menj bár, úgy van. Na. Tartsd ott! Le kell terelni mindenkit a francba, nem kell itt szórakozni. Úgy, ügyes gyerek vagy, látod, megy ez. We'll catch these guys, let's catch them. Miért nem dobtad be mellé? Copy. Ahogy a szégyenlős gyerek vagy good ilyenkor, job. Istenem. With an overtake there. Ez hihetetlen. Toljuk le Williams-et. Hát nem fogunk unatkozni így mondjuk, az biztos. Na, közben egyébként Magnussen nagyon szépen kapaszkodik már az előtte haladókra. Jó ezt látni. De menjen az atak, menjen az a biztos. Kell az atak. Erez megy elő most, aha. Mondjuk annyira talán nem rossz. Jézus vár. Mi folyik itt? Hogy Albont megelőzte. Szép. Mi? Ah, most Latifi. Az nem jön össze. Akkor...
Talán most. Jó, de fájdalmasan néz ki. Oké. Okay. Jó, egyébként ennek a vonatnak itt elől nagyon jót tesz az, hogy Perez megy elől. Mert ő valamivel bénább tempót megy. Atya úristen, tehát az már az Órus előtt megelőztük Latifit. Anyád! Hú-hú! Az igen! Schumacher! Micsoda előzés! Ez igen! A fatert idézte. Gyönyörű. Gyönyörű. És már ott lohol Russell nyakába. A nyakán. Egyelőre tartjuk a Ferrarit. Sainzot. Most már Verstappen megy elő sajnos. Ennek én nem örülök. Nagyon nem örülök. Úristen, közben Stroll itt nagyon kavar. Jaj. Ó, te jóságos ég. De remélem Magnussen megcsinálta a DRS-t. Ugye? Úristen, épp hogy. If you've got some margin, try to increase the pace a little bit. Asta. Hát alig bírunk menni velük. Megint csak. Hú. Good job. Jó, és akkor most menni kell Russell-en. Aranyapám, ennyi, ügyes vagy. Ha látod, tudsz te menni, hogyha akarsz. Nagyon... Nagyon nem balanszolt egyébként az, ami történik. És Verstappen nem előzi meg Perez. Pedig itt menni kéne egyébként ezekkel a fiúkkal. Hát itt valahogy az etap végéig el kellene elvickélnünk Magnussennel mindenféleképpen. Ez nagyon-nagyon fontos. Hát ha kell, akkor akár 2-3 körre hamarabb is kijövünk, nem probléma. Az a lényeg, hogy menjünk velük, és megpróbálunk majd alájuk vágni, ami majd ott úgyis szétzilálja majd ezt a bolyt. De hát láthatjuk, hogy arra milyen nehéz velük venni. Így se szettő nehéz. Schumacher is szenved. Elég szépen. Próbálunk egy picikét magasabb fordulatszámra tekerni. Hogyha ezt így folytatja Magnussen, akkor megint meg lesz a DRS. Azt hiszem. Ez így nincs meg. Állulját bele. Mode push. Meg lett. Jézus Mária, csoda. Ezt nem tudom, hogy hogyan csinálta meg, de megvan. Mode push. Ez az. Jó, nyugi. Azért néha spóroljon is, basszus. Mert ez nem akarja megelőzni végre Verstappent? Egészen véletlen. Na most talán. Nem. Nem. Sainz is szenved amúgy. Ő is alig bír venni a Red Bullokkal. Ez egy nagyon nem jól balanszolt vonat. Ez egy borzasztó vonat konkrétan, azt is lehetne akár mondani. Jó, nagyon azért nem kell itt megszakadni egyébként Schumacherrel, mert elő vagy utóbb az előtte haladó versenyzőket utoléri. Akár már most is mondjuk le lehet őt vágni spórolóba. Okay, charge on. Copy. Így, ennyi, oké. Istenem, Perez, előzd már meg! Csak nem akarja megelőzni. Hát igen, ha nem Magnussen lenne ott, akkor már vezetne. Nem mondjuk, nem hiszem. Szerintem egy Hamiltonnal sem menne.
Nem menne sehogy se. Szerintem. Max annyi, hogy gyorsabb lenne valamivel. Áskaszok, alig van energiánk. Beesett a gumi 75% alá. Hújj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 
Na és akkor Perez remélhetőleg most előz egyet, ugye? Nézzük Perezt. Perez, gyönyörű, az nagyon, és megáll, ez csapatutasítás, bazd meg. Vagy mégse? Na, Perez! Ez az! Perez, nagyon szeretünk, ez az! Nagyon jó! Nagyon jó! Így akkor most egy kicsikét azért közelebb tudunk jönni majd. Mert Perez azért mégiscsak Perez, ugye? És nem Verstappen. Hú, anyám! Schumacher. Lényegében Vettel a mozdony. Vettelen így is hozunk. Ajaj, nem figyeltem eléggé. Ajajajajajaj. Elrontottam! Elrontottam! Ne! Büdös életbe bele! De talán megmenekülünk. Hát itt meg már van DRS. Oda. Seems to have been a lockup. Igen, Santa de speak. We can close on them. Copy. Könnyedű. Kubahead nagyon szépen feltöltötte energiatárolóját. Könnyedű. Copy. És akkor most szépen mehet egy kicsikét komolyabb tempót is már, ugye? Igen. Jó. És most kellene egy nagyon agresszív féktáv Magnussentől, hogy meglegyen a DRS. Á, Istenem. Mondd, hogy megvan, mondd, hogy megvan. Ez az. Csak hát ugye időközben Verstappent, illetve Verstappen visszavette vezető pozícióját. Ez meg egy nagyon rossz szélegyenes volt. Áááá, gyerekek. Ez tarthatatlan. Nem lehet így menni. Ez képtelenség. Come on, Kev. Copy that. Most itt az kellene, hogy Perez megelőzi Verstappen. Meg is előzi? Életmentő lehetne, akár. Az nagyon jó. Úgy-úgy menjetek egymás mellett még egy kicsikét. Azaz, azaz fiúk. Hajrá, és Perez van az élen. Lényegében mi most stratégiát módosítottunk itt menet közben. Átálltunk egy olyan stratégiára. Hát egy ilyen félig-meddig öngyilkos stratégia. Nem tudom, hogy légüres térben milyen köröket tudunk majd menni.
egyáltalán hova jövünk vissza? 20 szek egy box kiállás, állítólag. Állítólag. Messze vagyunk. A büdös életbe. Ez messze van. Ez nem jó. Ez nem, nagyon-nagyon nem jó ez így. Mondjuk egy extra kigyorsítással meg lehet a DRS, és meg is lesz. Megcsinálta. Ez szép. Gyönyörű. Sőt, hát konkrétan Sainznak nem lesz DRS-e? Á, és de! Lett DRS-e. Épp hogy? Viszont nekünk ebben a körben nem tudom, hogy honnan lesz energiánk. Le vagyunk nullázva teljesen. Mindegy. Ameddig bírja ez a közepes gumi, addig bírja. Kész. Nincs igazam? Na, hát itt az etap, a kemény gumis etapnak a vége lesz majd eléggé kritikus. Nagyon-nagyon-nagyon kemény tempót kérünk Magnussentől, ezt nem tudom, hogy meddig fogja ő bírni. Schumacher közben. Elvileg nem megy rosszul. 49-0, tehát az nagyon rendben van. De hát most onnan feljönni, hú, gyereke. Iszonyatosan jó konstans tempó kell. Egyébként nézd meg, gyönyörű baszki. Magnussen 7 tizeden belül. Ennyire működik ez a rendkívül agresszív vezetési stílus, vagy mi a frászkarika? Mondjuk akkor le se kéne venni, nem? Ennyi. Erre spóroláshoz menjen. Meg hát itt most szerintem elég sokat számít az, hogy Perez a mozdony. Hú, várjál, ez nem jó. Jézusom. Boat push. Copy that. Hogyan működhet már ennyire hatékonyan az a Ferrari? Gyerekek! Ne viccelj már! Ez mi volt? Gyerekek! Francba! Nulla eres! Ez el lett bazilikázva. Kurva Perez. De most már menni kell. Mennyire gyorsan tud ritmus váltani olykor egy vonat? Hihetetlen. Mennyivel másabb hatás kelt így? Egész. Mennyivel gyorsabb az egész vonat így? Alig lehet menni Sainzzal így már. Hihetetlen. 5%-os erres. Atyavilág. Tarthatatlan. És ez a következő körtől lesz majd. Totális csőd. Hát ott konkrétan Perez kap DRS-t. Sainz szintén, és akkor le fognak szakítani bennünket véglegesen. Hát ide csoda kell. Francba! Ez így nem jó. Nagyon nem működik ez a stratégia így. Hát ez... Ennyi, halálra vagyunk ítélve. És Bottas bejön a boxba. Szép. Alonso szintén, Cunoda szintén, hát a lágygumisok igazából, azt is lehetne mondani akár így. Egyszerűbben megfogalmazva. Hát most az első szektort muszáj volt végig spórolnunk, sajnos.
nincs. Hát ez ennyi volt. Schumacher. Hát nem túl előkelő helyre. Alonso. Alonso van előtte. Alonsót meg kell előzni. Lendületből, gyerekek, mert hogyha őt nem előzzük meg most, akkor beragadunk. Hát Joe-t a büdös életben nem előzi meg a Tata. Nyomjad, 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 nyomjad! Úristen, semmit nem közeledünk szinte? Az micsoda végsebesség, kérem? Okay, back off. Copy. Na hát így akkor viszont Nandit kéne követni, ugye? Friss kemény gumikon van mondjuk ő. És nem tudjuk, hogy milyen tempóra képes. Milyen 48 végén tudunk jönni már. Hát... A középső szektor már beszédes lesz viszont. Leclerc már a hetedik helyen van. A végén még Leclerc is veszélyes lesz ránk. Mármint Magnussenre. Húha. Na nézzük, mit jött Alonso. 45-3. 45-3. Let's catch him. Gyenge. Már késő bánat sajnos. Hát Schumacher nagyon ráfázott. Öregem, egy ilyen lassú vonatba került, baszki. 49-8, Ricardo. Gratulálok, hát ez gyönyörű lesz. Haha, mekkora szivattyú. Atya úristen, na várja, újra tervezés nagyon gyorsan. Mit lehetne ebből kihozni így? Ó. We need a back off. Spóroljunk. Charge on. Okay. Itt fixen nagyon sokat fog bukni. Magnussen 49-1-et jött az előző körben. Nagyon gyenge. Hát teljesen kinyírta a gumia itt sajnos. Hát versenyen megrogytunk. Nem, ez itt nagyon nincs a végsebességünk sajnos. A kigyorsítások, végsebesség, nagyon nem fekszik ez az autónak. Még egy picit spóroljunk rá, de erre se. Aztán utána meg, én nem is tudom, mit kéne itt spórolni. Kumának egyáltalán ki a riválisa? Ki mondható riválisnak? Töltsünk egy kis tartaléküzemanyagot. Tankoljunk meg menet közben. Majdnem ezt mondtam. Lehet, hogy Alonso megelőzi. Ricardo. Na nézz oda. Hoppácska. 48-7-es Magnussen körideje. Hát ez nagyon rengeteget bukik. Csalódás ez a verseny számomra. Ha
valaki megforgott. Ki volt az? Na. Remélem össze is törte magát, mint az atom. Tettem. Hát, az. Tettem mögé jönnénk körülbelül. Jó, be is hozzuk Magnussent. Box, box. Hát ha. Copy box. Egy nagyon korai box kiállással. Valamit lehet még kezdeni. Hát ha. Nézd meg Alonso mit csinál. Nem tud előzni. More. Tata! Előzd már meg, bazd meg! Hát nézze, friss gumikkal ott kergeti Ricardot, a sokkal lassabb Ricardot. Hogy lehet ennyire töketlen az öreg? Mi van vele? Rá se ismerek konkrétan. Amlasz. Amlasz. Hogyan kellene ezt megoldani, várjál csak. Hogyan lehet ebből a lehető legtöbbet kihozni Schumacherrel? Gasly elé fog visszajönni elvileg Magnussen. Hamiltont majd le kell vernie, szép lassan. Így van, Matesz. Pontosan. Pontosan. F1 Manager a játék neve. Végül is hasznosan tölti az időt Schumacher. Végül is. Hülye hangzik, de... Na. Pont elvecsem őt! Hoppá, rossz embert kapcsolok, bazd meg. Pont elment Hamilton. Akkor lényegében... 15 szek alatt megvan a box kiállás. 15 másodperc. Várj, egy most kinek lesz DRS-e? Nekünk, jó. Mit csinál Magnussen? Hát, ha nem előzöd meg, én letörlöm a játékot most, ez biztos. Ez mindig bejön. Erről van szó, baszki. Ilyen egyszerű, látod. Egy kis fenyegetőzés, egy kis keménykedés, aztán minden jön egyből. Hát látjátok. Ismerem már ezt a játékot, mint a rossz pénzt. Próbáltok itt is. Komolyan. Na közben, úristen, a Alonso előzött. Jézusom, úristen, most mi lesz? Most mi lesz? Nandi! Toda! 50-es köröket mentünk, gyerekek. 50-es körönként legalább másodpercet buktunk. Atya szent, ég. We'll catch these guys. Let's catch them. Hát ez azért elég durva. Mindjárt megnézzük, hogy milyen szektoridőket produkál Magnussen. Közben Schumacherre kéne egyet előzni, aztán menni Alonsoval, ameddig lehet. Ez az. Ez az. Ügyes gyerek vagy, megy ez, látod, bazd meg, ennyi. Nagyon szép. Úgy van, le kell iskolázni. Úgy. Agresszívan. Ez az. Jó. Magnussen gyorsan úgy meg. Látom. Szerintetek Alonso meg lehet még?
Körvége box. Akkor pontokon előjövünk. For box now, box. Ennyi. Copy. Box is up. 3-9. Hát hűde sokat nem értünk el ezzel a alávágással Magnussennel, semmi, ez tovább kellett volna menni igazából ugye a Sainz-al. And that's the lockup. Óriási. Hát szerintem menni fog Okon megelőzése. És akkor Okon után meg ott van egy 10 másodperces légüres tér, azért kellene nekem az a 16. pozíció. Ha Perez Sainz boxol, akkor most lenne jó az, hogyha pont mögéjük jönnénk, de hát ez sajnos ez ki van zárva. Nézd meg, már is indultak sajnos, végeztek a kerékserével, Magnussen meg csak itt jön. Hát ez sajnos ez messze van, ez egy 2-3 másodperces távolság. Itt jön Magnussen, közben valaki elfékezte csúnyán. Így, mi van? Safety car? Ez safety car, bazd meg. Menj már! Menj már! Mondd, hogy safety car van. Hogy ez mi? We've just had a crash on the track. Hát de nem safety car, bazd meg! Akkor mit lassította, izé? Látta mindenki, hogy lassított Schumacher! Hát megállt a kanyar közepén ez a barom! Istenem! Ó, te! Ó! Te bicska nyitogató! 5 másodperce van Sainz! 5! Nem safety car lesz. Elnézést kérek. Igen. Ővé az egész Balaton, úgy van, ennyi. Hát na. Pontosan. Pontosan. És Okon is bejött a boxba, most nézem csak. Okay, back off. Jó, hát egy jó konstans tempóval figyeltek. Hát itt Magnussen, vagy Schumacherre fel fogunk ám jönni, mint a talajvíz. Sainzot meg nem tudom, hogy mennyire lehet elkapni. Igazából Magnussen tele van tartalék üzemanyaggal, úgyhogy ő meg aztán eldurrogtathatja most azt rendesen. Következő a projekt. Pörgünk előre, mint a kurva élet. Ennyi. Ennyi feladatunk van. Akció van. Gyerünk! Megölöd! Még vigyed nyomjad! Jó van, szép. Jó van. Ki van liba? Nézzük csak, hogy közben Magnussen és Sainz között mi a helyzet? Lila középső szektor Magnussentől. Oké. Okay. Ja, hát egy 2 tizeddel van elmaradva körülbelül. Mindegy, pörögjünk előre nyugodtan szerintem. Tehát nem kell itt most szégyenlősnek lenni. Tehát ahogy történik valami, megállítjuk az időt, aztán... konfigurálunk. Leclerc is boxol. Hát nagyon Magnussenne hátrafele nem is kell tekintgetni. Leclerc egyébként szépet ment. Hát ő szerintem egy 5. helyre fel fog jönni. Azért az nem lesz ám gyenge. De Schumacher. Schumacher utolérte Joe-t. 10. hely talán fogható még Schumacherrel. Jól számolom? Ugye? És ez Joe nem is olyan lassú ám.
Lehet, hogy úgy kellene előzni, hogy, hogy az első szektor végén, ugye? Szép apránként feljövünk Zsóra, most a C1-esbe kapunk egy DRS-t. Ennyi, így van. Így van. Szia Supra! Hát, jó kérdés Kisó egyébként, hogy a Gászlinak az autótörése miért nem lett safety car. Ja, ennyi. Kiváló kérdés, kérlek. Kiváló. Így, robbanjon a DRS. Közel lopjuk magunkat Jóhoz. Ennyi. Igen. És akkor most jön a mi DRS zónánk. És a következő körben meg már Norriszt vehetjük ostrom alá. Gyerünk. Ez a beszéd, apukám. Ez a beszéd. Szép, mehetsz is tovább. Csak úgy kell csinálni, hogy ha most mondjuk egy kicsit lépj oda. We need a back off. Norris sem kell félteni, sajnos ő is elég gyors. Valahogy a kör végére le kéne dolgozni annyit, hogy a következő körbe őt is lehessen előzni. És akkor így bukunk a legkevesebbet, mert hogyha Norris itt érjük utol a következő körbe, itt a kettes szektorban, az nem jó, ott már bukunk. Úgyhogy most szépen rá kell lépni a nyakára, bazd meg. Hogyne, kicsit megtapossuk a gyereket. Elkapjuk. Mehet minden föl. Hát talán lesz ebből valahogy DRS. Már elég gyors Norris, mi a fene? Mi a fene? Egy nagyon határozott féktávval. Talán lesz a célegyenesben DRS-ünk. Na, jó van. Szép munka volt. Na és akkor. Ugyanazt megpróbáljuk eljátszani. Mint amit az imént Joe-val. Az overtake. Ez a beszéd, apukám. Ezt nem hiszem el, bazd meg. Istenem, ezt miért csinálja? Ezt nem értem. Teljesen érthetetlen. Try to do some lifting coast. Copy. Töketlen balfácán. Szia Petya, szia Mark. Úgy a fáját, nem vagyunk elég gyorsak. Közben Bottas hibázott. Ha jól láttam. Nem, Albon volt az. Jaj, te gyerek. Itt még ne akarja előzni, baszki, gondolkodjál már előre. Hiába. És megint ki miatt nem lesz meg a szponzoric? Abányok, amúgy se lenne meg a szponzoric égkötődés. Mi van? Nem érdekel, mi történt ott. Lökler hibázott. Ögyedő. Na jó van, és akkor mehet is tovább. Szép. Következő állomás. Tudod a...
Hát, ja. Ja, ja, ja. Őt is valahogy lendületből kéne lezongorázni. Hát a helyzet az, hogy utána... Kedves uram, mit csinált? Jött a boxba? Csak megforgott? Megforgott. Ah, hülye. Hol van? Jó van, mindegy, nekünk ez csak jó. Egy hülyével kevesebb. Tizedik hely már megvan, az biztos. Meg üzemanyagból nincs sok. Ezzel is veszünk. Magnussen! Perez megforgott! Pont akartam mondani, hogy Magnussen milyen közel van Perezhez, de... Mi? És ezzel hogy? Bazd meg! Hát... Na ne szórakozz! Ne! Hogy csak ennyit nyert ezzel Magnussen? Úristen! Csak ennyit? Szégyen. Hogy megy tovább már? Az meg. 47-0 Schumachertől. Hát igazából... Hát... Aki egy kicsikét majd úgy gatyába rázhatja itt ezt a... Hát a 8.-9. Perez hibázott megint. Gyerekek. Őrült nagy. Nagyon komoly. Micsoda az ígyszer! Hú. Charge on, please. Copy that. Nagyon komoly zicser. Hát ebből így viszont lehet dobogó. Kérem szépen. Ugye? Durva. If you don't need it, no lifting coast. Yeah, copy. Menjen agresszívba, Schumacher. Can push even more. Itt kockáztassunk. Yeah, copy. Charge off. Copy that. Erezné valami nagyon... nem stimmel. Ő ott fejben nagyon... elszállt. Nem? Valami ott történt, az biztos. Time out. Na, örülök neki. Király. Menő nagyon. Örülök tényleg. Come on, let's close the gap to the cars ahead. Hogy elment? Perez. Ez mi a szar? Hát mondom, itt spórolgatunk majd mögötte. Aha. Spórolgatunk. Ja, tényleg. Tehát annyira spórolunk most is, bazzek, hogy majd megszakadunk. Őrület. Várjál, mindjárt lesz DRS-ünk. Egy raklapnyi RS-t ellövöldöztünk most itt az imént. Ugye lesz? DRS, bam. Ez az. Na. Így. A cél a következő. Ahogy lehet, megelőzzük Perezt. A lehet, figyeljetek, van 10 körünk, tehát van mögöttünk 13 másodperces tartalék. Ennyi. Minden utolsó mocskos rohadék dolgot be kell vettünk. Perez ellen. Mindent be kell vetni most itt Perez ellen, de nagyon durván. Nagyon durván. Ja, ez jó hangzott mondjuk, most de fogalma nincs, hogy mit csináljuk. Copy. Az a helyzet, hogy ez nem vicc. Igazából csak egy lehetőségünk van, nyomni kell, mint az állat.
Ez kész. Ez fasza. Megint nem lesz DRS. Én megőrülök. Nem hiszem el. De hogy menj így, Perez? Ne csináld már velem! Képtelenség. Mindenhol agyon ver bennünket. Olyan levegőt kavar ide nekünk. Verehetetlen. Nézzük, megint mindenünket el kell nyomni. Adjuk már, ez minden csak nem normális. Szia, Peti. De most ezt a kört még megpróbáljuk, ha itt sem tudunk menni Perezzel, akkor fel kell adni. El fog fogyni a gumi konkrétan. És azért Leclerc-re érdemes ezt figyelni, mert ő azért nagyon gyors. Ő most szerintem a leggyorsabb a pályán. Közben jön egy lekörözendő versenyző, egy Aston Martin. Szerintem Vettel lesz, így van. Ez nekünk jó. Időt nyerünk így meg konkrétan. Kártékony levegőt kavar maga mögött Pereznek. Ez zseniális. Jaj, az az elengedés. Menj anyádba! Csíra! Hát hogy lett így, bazd meg? Hát ez hihetetlen! Hát álljon már félre, ne remegjen itt nekem! Hát döntse már, amit akar! Agyon ágyult. Come on, you can do this. Copy. Keményen. Gyerünk. Ez brutális, te jó ég! Te jó ég! Képtelenség megelőzni Perez szerintem. Nincs tempó. Nézd meg! Mennyire messze vagyok tőle? Ah, gyerekek! DRS-sel konkrétan egy tizedet hoztunk szerintem! Hát ez... mi a fene? Nagyon kemény. Na most megint akkor, ez már Stroll. Na, Schumacher közben, gratulálok, szép volt. Here's the replay. Right, watch this. Jó van, nem érdekelsz, bazd meg. Érdekelsz, apu. Király, mit akarsz? Tizedik hely legyen meg, az kész, többé nem érdekel. Úgy, köszi. Jó, hogy nem, bazd meg, féktávon akarsz itt megállni az út közepén nekünk. Hülye gyerek, micsoda mamlasz. Ezt nem lehet megcsinálni sajnos. Képtelenség. Nincsen végsebességünk, gyerekek. Látja mindenki, ugye? Remélem. Okay, care, so we can start to close the gap. Copy that. Hát hogyha ezt így folytatjuk, Fernin fog beérni Magnussen. Na. DRS, bam. Kerünk, bam! Úristen, és lehet DRS! Akkor jó. Most nagyon jövünk! Előzünk! Gyerünk! Jézusom. Charge off. Got it. Charge off. Copy that. Ez utolsó utáni kör már. Mondom. Leclerc még így is hoz rajtunk egy szeket. Most hogyha Perez szélárnyékából kijövünk, akkor még többet fog hozni. Ezt mondom. Ajajajaja. Hát igen.
Mikor megy az ilyen? Kemény. Elég kemény. Nézd meg. Hát itt 2-3 kanyar alatt az utolsó szektor, vagy a középső szektor végén lévő 2-3 kanyar alatt annyit hoz rajtunk, hogy alig tudunk egy másodpercen belül maradni. Többenet. Ez a baj, hogy ugye nincsen elosztva a DRS szóra a pályán normálisan, hanem egybe le van tudva az első szektorba, az kész. Charge on. Copy. Én mondtam, hogy ez így elég gáz. Jó van, skacok, itt elengedjük ezt, jó? Hát ez nem megy. Képtelenség. Nincs energia, nincs már lassan gumi. Kicsit feltöltjük az energiatárolót, hogy ne 0%-on durrogjunk itt, aztán ennyi. Ennyit tudtunk ebből kihozni. Kész. Látása. Sajnálom. Még az is lehet, hogy Leclerc megjön, ugye? Sőt, várjál csak, hát Alonso is meg lehet Schumacherre, most nézem. Ugye? Hát mondjuk... Jajjajjajjaj. Nem tudom. Oda egy nagyon extra tempó kéne. Schumacher. Ugye bár? Ugye? Tehát ugye Schumachernek nincs túl sok tartalék üzemanyagja. Leclerc egy másodpercet hoz rajtunk körönként. Számoljunk ezzel nyugodtan. Hát szerintem biztonságban van Magnussen. Esetleg még annyit lehetne csinálni, hogy egy kicsikét jobban több energiát használunk Schumacherrel. Hogy még hamarabb elkapjuk. Ne! A büdös istálóját bele! Most fogok megőrülni. Te kurva gyerek! A harmadik első szárny, amit összetör ezen a hétvégén. Hogy lett valaki ennyire idióta? Viszont az meg. Most ilyenkor mi van? Hát már nincs első szárnyunk szerintem, gyerekek. Hát nincs bizony. Nincs. Vagy van, vagy mi van? Ja jó, oké. Akkor ezt automatikusan fölrakja. Nem tudom, hogy ebből így mi lesz. Box, Kevin, box. Box, box. Mindenki Kevinje nagyot ment. Gratulálok. Basz. Történelem ismétli önmagát. Hát, ja. Igen, nagy örömömre. Ismétli bizony. Rohadt szarházi. Nyugodjál le, nyugi van. Nincs DRS? Az hogyan? Olyan nincs, hogy nincs. We need a back off. Copy. Te marha, mindenki rajtad röhög, te szerencsétlen! Hát hogy nézel ki, nézd már magadra! Na most ezt adjátok össze! Mindjárt visszavonultatom. Szégyen. Szégyen, gyerekek. Te nagy szégyen vagy.
Konkrétan amúgy vissza is lehetne vonultatni valóban. Mi a szarnak megy? Valójában, nem? Ebből ki van zárva, hogy pont legyen? Elmész a picsába, ugye gyerek. Viszlát. Nem lesz ebből pont. Fizikai képtelenség. És akkor örülj neki, hogy ennyire... Úristen, mi folyik itt te? Hát ez... Hát ez kevény. Tedd már be mellé, Istenem. Lost control and spun. Jóságos ég van. Ki akarta megvenni az előbb a játékot? Valaki érdeklődött nagyon. Honoljon vissza Magnussen, ugye? So we just need to go charge on. Yeah, copy. Charge off. Copy. Igen, pontosan proxy, pontosan. Ki a Róma? Köszi, köszi, köszi. We'll catch these guys. Copy. Two laps to go, Mick. Two laps. Copy. Nyugi, 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 nyugi. Nyugi. Nagyon komoly féktávú gyereke. Az igen. Okay, good job. You get back on it. Your pace was excellent. Most ezen kívül még van egy körünk, ugye? Ki a Benő? More lift and coast, please. Yeah, copy. Épp volt. Okay. Tempo, 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 tempo. Vagy hát igazából még nem kell tempo. Habár tudod mi? Nyomjad! Hát, ha egy jobban összetörül, ugye? Kicsit megkavartuk a gyereket. Más kacok, és megint ez egy olyan nagy dél, nézzétek meg, hogy a két hülye pilótánk, ugye? Az gyönyörűen, megint, tehát ezért buktunk idén már vagy 50 pontot. És ezzel együtt meg már 70-et legalább mondhatjuk, hogy 70-et. Na, mit gondoltok?
cudar egy dolog ez, ugye? Nagyon cudar. Nem baj, így legalább van kihívás, nem? Alonso, hát Alonso nem valószínű, hogy csinált volna ilyet, igen. Nála nincs ekkora esély legalábbis. Na mindegy, húzzuk egy kicsikét bele, mert ez már eléggé elfuserált nagy díj lett így a végére. A következő nagy díj lesz majd nagyon érdekes. Mert ott, hát az igazából a mi pályán konkrétan. Tehát azokra a pályákra van építve a mi autónk. Meg hát ilyen pályákra is, hát ez is fekszik az autónak, mert hát itt olyan kanyarok voltak, amik ahol működnie kellene az autónak nagyon jól. Csak hát itt a végsebesség is kell, hát és az nincs. Sajnos. Azért így nem vagyunk egyszerű helyzetben. Sajnálatos módon. Ki a sérséken? Ezer éve, hogy vagy? For the next round, Formula One won't be straying too far. Tán becsajoztál, vagy csak meguntál. Mi a helyzet? Mesélj. Olasz Jézus? Giovinazzi? Giovinazzit igazoltad le? Olasz Jézus, azt mondja. De jó Isten! Hú! Micsoda elismerő szavak. Albon helyette azonnal hozta Q3-at. Albon? Hát pedig aztán Albon tudod milyen versenyző? Biztos már tudod. Hát azért nála sokkal van. Hát nála azért. Ó, jaj. Hát, hogy is volt nálunk? Gasly Albonon 3-4 tizedeket hozott? Simán azt hiszem, ugye? Vagy valami ilyesmi volt, ugye? Hármat. Kicska Albon. Igen. Hát az hogyan sejtsékelne? Mit csináltál? Ja, az karisztál, apukám. Én mindig mondtam neked, hogy ésszel. Te. Te voltál a hunyó? Na hát közben így nézünk ki. Utolsó körben 45-9-et rakott össze. Uhamaher. Hát így néz ki a bajnokság. Hát... Mindegy, és kaszok, én most... Hülyeség azt mondani, hogy bajnoki címért megyünk most már. Most már pláne, de én úgy tekintek rá, hogy a bajnoki címért megyünk. Komolyan mondom nektek. Konstruktőrébe meg a második helyért. Egyénébe meg első. Úgyhogy megyünk tovább ezerrel. Na, legalább fejlődtek a fiúk. Ez jó jön. Próbáltad kidodzsolni a vadat. Hús elséker. Hát részvétem, az nagyon szar dolog. A vadkár az mi? Semmit nem is tudsz olyankor csinálni, mi? Hú. Hát ez... Ilyen komi van? Ön rész az egész? Magnussen azért, gyerekek, egyre durvább lesz. Hoppá, közben Resta. Most egy kicsikéten taktikázni fogok. Hát padló lemezt egy darabig szerintem nem fogunk már fejleszteni, ugye? Jó mondom. Igen. Ott hátsó szárnyat igen. Úgyhogy ebből kifolyólag én Restánál a hátsó szárnyra fogok rámenni. Ja, egymás után jött a kettő. Megpróbált menteni a menthetőt, megállni már nem tudtál. Gondoltad, hát ha a kettő között majd... Ijjaj. Erre megállt az út közepén. Aranyapám. Tényleg, jobbulást kívánok. Alacsony morálon vagyunk közben.
Uha! Most mi lesz? Na és akkor kérem szépen a várva várt hátsó szárny megérkezett. Nagyon vártuk már ezt a hátsó szárnyat. Nagyon-nagyon vártuk. Ami azért hát tessék, lássék. Ez Belgiumban azért nagyot ment volna. Baszki. Várjál csak, egy tartalékot hozunk. Kettő SOS. Jó mondom. Így. Egy rás. Kész. Oké. Ezt gyorsan felrakjuk az autóra. Na és akkor nézzük, hogy ez a hátsó szárny, ez tulajdonképpen, ebben mennyi potenciál van még? Gyerekek. Hát ebben van még. Ebben bizony van. Akárhogy forgatom, nézegetem, ebben van. Gyönyörűséges potenciál. Hát, az a DRS Delta, nem tudom, hogy mennyire kell nekünk. Igazából én amondó vagyok, hogy inkább... Az a helyzet, hogy jelenleg, tehát most Belgiumra, hogyha visszagondolunk, hát bekapcsoltuk a DRS-t, kinyitottuk a hátsó szárnyat, és alig közeledtünk. A 43-nak. Hol van? Hol lesz ez nagyon? Amerikára fog ez megjönni, oké. Oké. Nem bánom. Oké. Ebből a hátsó szárnyból a biztonság kedvéért azért még egyet le kell gyártani. Hát is szépen normál fokozaton persze. Aztán, hogyha nagyon-nagyon kelleni fog majd SOS-be hátsó szárny, akkor meg hát nyilván azért de meg lehet oldani. Na most időmérőn várjál csak. Időmérőre mit ígérjünk? Nézzük az analitikát. Hát elvileg, nekünk a Ferrarihoz kell viszonyítani, ugye? Elvileg... Hát nem azt mondom, hogy földbe kell döngölni a Ferrari, de... Itt benne van ebben most egy pole pozíció szerintem. Talán most idén van először benne a pole pozíció, úgy ténylegesen. Úgyhogy... Hát egy top... 6-ot ígérjünk. 5-öt. Mind a kettő pilótával ugye top 5. A versenye meg egy top 3 mind a kettő pilótával. Hát ez azért elég kemény. Na mindegy, jó van. Pilóták rendben vannak. Schumachernek lejár a szerződése 3 hónap múlva.
Hát vele lehet, hogy hosszabbítani kellene, nem? Tehát ő jelenleg 45 ezer dollárt keres havonta. Hát az mi? Hát az semmi! Úristen! Dehogy, Petya! Bátra ki a szerencse! Szia, Huggus!